Köszöntöm Önöket, ez a Közügy, az Öböl TV közéleti magazin műsora, a tartalomból. Elsőként a Balaton vízminőségéről, élővilágáról beszélget kollégánk a Tihanyi Limnológiai Intézet kutató professzorával. Ezt követően az almádi Balaton tárlatra kalauzoljuk el Önöket. Kezdünk! Ma a Balatonról beszélgetünk, a Balaton élővilágáról és a vízminőségről. Vendégünk az Ökológiai Kutatóközpont Balatoni Limnológiai Intézetének kutatóprofesszora, dr. Vörös Lajos. Köszöntöm a stúdiónkban. Én is köszöntöm a nézőket. Elsőként azzal kapcsolatosan legyen a segítségünkre, hogy mivel foglalkozik a Limnológiai Intézet? A Limnológiai Intézet, ahogy az a nevében is benne van, a tó kutatással, tó tannal foglalkozik, és teszi ezt most már több mint 80 éve a Balaton partján, hiszen a intézetünk 1927-ben jelent meg, akkor még más néven, de azóta ebben az intézetben kutatók tucatjai tanulmányozzák folyamatosan főhivatásban a Balaton életét, a Balaton élővilágát és annak környezetét, fizikai és kémiai környezetét, a mikrobáktól a halakig pedig az élővilágát. Azon kívül teszik ezt nem csak a Balatonon, hanem az ország más tavain, sőt a Kárpát-medencé, Cében is kutatunk különböző elsősorban állóvizeken, de néha elkalandozunk a Szargasszó tengerre is, vagy pedig Japán közeli mély tengerekre, de tanulmányoztuk például nagyon intenzíven a folyóvizeket is, elsősorban Dunát, Tiszát, Szamos folyót is. Mekkora ez a létszám Tihanyban, akik a Balatonnal foglalkoznak? Tihanyban több mint 20 kutató tanulmányozza a Balatont. Vannak más kutatási területei is, a videg tudománnyal is foglalkoznak intézetünkben, de a Balaton kutatók létszáma az meghaladja a 20-at. A Balatonnal kapcsolatosan, Balaton vízminőségével kapcsolatosan azt hiszem, hogy hétköznapi emberként akkor örülünk, hogyha kellemes a hőmérséklete és tisztának látszik, de nyilván önök más szempont szerint vizsgálódnak. Hát igazából mi is arra vagyunk kíváncsiak, hogy mennyire tiszta a Balaton vize. Ez az egyik kutatási terület, és az többek között hogyan függ össze mondjuk a víz hőmérsékletével, de természetesen az egész vízgyűjtő területtel milyen összefüggésben van. A Balaton vízminőségét, mint a tavak legnagyobb részének a vízminőségét, a világszerte, de a tengereknél is a benne lebegő mikroszkópikus algák határozzák meg. Így van ez a Balaton esetében is. És mit szoktak vizsgálni? Hogyan történik a víz minőségének az ellenőrzése? Igazából tehát mi a Balatonban zajló élővilágot tanulmányozzuk, beleértve a baktériumokat, de kiemelten az algákat, a levegő mikroszkópikus algákat, amelyeket tanulmányozunk a Balatonból vett vízminták alapján, nemrégiben vettünk a tó hossztengelyéből, Fűzfőtől egészen Keszthelyig vízmintákat, ezeket beszállítjuk a laborba, és ott azon nyomban különböző eljárásoknak vetjük alá. Többek között megvizsgáljuk a víznek a kémiai összetevőit, de vizsgáljuk benne a szerves anyagoknak a mennyiségét, és végül, de nem utolsóban az algáknak a mennyiségét és összetételét. Ezt mikroszkóppal tesszük, nagyon fejlett mikroszkópi technikák vannak, amelyekkel olyan dolgokat is meg tudunk látni a mikroszkópikus élővilágban, amit mondjuk egy iskolai szertár mikroszkópjával nem lehet. És milyen rendszerességgel vizsgálják a Balaton vízét? Ezt mindig a adott feladat határozza meg. Tehát a Balatonban élő halakat nem más
rendszerességgel és más módszertannal vizsgáljuk, míg a mikroszkópikus élővilágot azt meglehetősen gyakran, tehát nyaranta heti egy alkalommal, télen ritkábban, mert a folyamatok lassabban zajlanak, de szinte állandóan vizsgáljuk. És mi történik a vizsgálati eredményekkel? Tehát hogy dolgozzák fel ezeket, és milyen következtetéseket vonnak le, és mi lesz a sorsa ezeknek? Mi kutatással, úgymond, ha szabad ilyen szót használni, alapkutatással vagyunk, felfedező kutatással foglalkozunk, tehát nem úgy tanulmányozzuk az élővilágot vagy a vízminőséget, mint egy hatóság, hanem a mi végtermékünk az a tudományos publikáció, mégpedig olyan tudományos publikáció, ami nemzetközi érdeklődésre is tart számot. Tehát megfelelő nemzetközi folyóiratokba publikáljuk a kutatási eredményeket, de azért igyekszünk a hazai közönséget is tájékoztatni, hiszen a fürdőzők túlnyomó többsége nem olvas nemzetközi szakfolyóiratokban limnológiai tárgyú közleményeket. És akkor hol érhetők el ezek a publikációk, hogyha mégis van nézőink között olyan, aki érdeklődik? Ezek a publikációk, ezt úgy nehéz lenne megmondani, tehát vannak a hazai magyar nyelven, és mi fontos feladatnak tartjuk azt, hogy tájékoztassuk a hazai közvéleményt. A Magyar Hidrológiai Társaságnak van egy folyóirata, amelynek minden évben megjelenik egy külön szám a magyar nyelven, amelyben többek között a Balatonról is olvashatók magyar nyelvű cikkek, de még egy másikat is tudok mondani. Van egy elektronikus folyóiratunk, amelyek a Balatoni Limnológiai Intézet honlapján Eko Balaton címmel rá lehet keresni, és ott lehet találni Balatonról szóló közleményeket. Az elmúlt hetekben, a nyár folyamán, a tavasz folyamán sokszor adtunk hírt arról, hogy haltelepítések zajlanak a Balatonon. Ez is összefügg az önök kutatásaival? Tehát a haltelepítők kikérik az önök véleményét? Van ilyen összefüggés? Van. Szoros együttműködés és összhang van a nálunk dolgozó halkutató kollégákkal, akik nagyon jó fölkészültek, és nagyon jól ismerik a Balaton hal állományát, annak kor összetételét, faj összetételét, annak igényeit, és az ő tanácsaik is benne vannak abban, hogy mikor és milyen halakat telepítsenek. És mi a jellemző most az idejében, melyek azok a halak, amelyeket elsősorban telepítenek? Ez egy nagyon érdekes dolog, mert a Balaton fölkereső horgászok, én nem foglalkozom halkutatással, de azt tudom, hogy pontyot vagy süllőt szeretnének elsősorban fogni. A Balatonban legnagyobb tömegben tenyészik, viszont a dévérkeszega, ami egyáltalán nem egy kívánatos horgászsákmány. Azt kell tudni, hogy a Balatonból kifogott pontyok túlnyomó többsége az telepítéssel kerül a tóba. Tudnélik, a Balaton környezete, Balaton medre és a Balaton vizének fizikai állapota nem alkalmas a pontyoknak az ívására. Tehát nem tudnak a Balatonban, vagy nagyon rosszul tudnak szaporodni a pontyok, viszont a kifejlett pontyok már jól érzik benne magukat, ezért a Balatonban rendszeresen telepítik a pontyot, és ezt a telepített pontyot fogják ki a horgászok. És a tanurákok megvannak még? A pontosi tanurák ez egy ilyen 1-2 centiméteres kis állatka. Ők megvannak, köszönik szépen, tehát ők a halaknak, a parti övhalainak egy nagyon fontos táplálékát képezik. Az elmúlt Balatonfejlesztési Tanácsülésén hallottuk, hogy a szennyvízelvezető rendszer majdnem teljes egészében megvalósult a Balaton környékén. Ez mennyire van jó hatással a Balaton élővilágára?
Abszolút. Tehát az, hogy ma a Balaton vízminősége olyan, amilyen, magyarán nagyon jó, sőt mondhatni azt, hogy kiváló. Ezt értjük elsősorban a nyílt víznek a víztömegére. Az annak köszönhető, hogy szennyvizek jelentős része még tisztítás nélkül sem folyik bele a Balatonba. Tehát a környéki települések szennyvizeit ugye megtisztítják, de elvezetik a Balatontól, valamint azok a szennyvízkibocsátók, amelyeket nem lehet így elvezetni, értem alatt elsőm az Zalaegerszeg városának a szennyvizeit, amelyek ugye a legnagyobb tételt jelentik és jelentették a Balatonban, mint külső szennyezés. Ezt enyhe túlzással ivóvíz tisztaságúra tisztítják. És csak ezután folyik bele ez a szennyvíz az alába, majd pedig hosszú időt eltölt még a Kis-Balaton tározó rendszerben is. Mindezeknek a hatására mondhatjuk azt, hogy a Balaton a vízminősége ma már mindenütt alkalmas fürdőzésre, még a legalgásabb Keszthelyi medencében is. Mióta tart ez a folyamat, hogy azt mondhatjuk, hogy jó a Balaton vízminősége? Hát ez nem egy új dolog, tehát néha már úgy gondoljuk, hogy ezt már csak úgy ismételgetjük évről évre, de igazából 1994-ben volt utoljára kifogásolható a Balaton vízminősége. 1995 óta a Balaton vízminősége még a legjobban, nem szívesen mondom azt, hogy szennyezett, tehát a legalgásabb területén a Keszthelyi öbölben sem haladta meg azt a egészségügyi világszervezet által meghatározott határértéket, ami fölött egy természetes vízfürdésre, üdülésre nem alkalmas. Szoktuk mondani, hogyha mélyebb vizekre tudunk kijutni hajóval, csónakkal, hogy olyan tiszta a víz, hogy akár inni is lehetne belőle. Mi a különbség azonban a Balaton vize, az ivóvíz tisztaságúnak látszó vize, és a fogyasztható ivóvíz között? Na most ezzel kapcsolatban, tehát ez azt kell, hogy mondjam, hogy ez az nem is akkora túlzás. Tudnélik, strandon senki ne tegye meg azért, hogy iszik a vízből, de a tó közepén igazából semmiféle egészségügyi kockázatot nem jelent, ha iszunk akár egy pohár Balatonvizet. Tudnélik, abban ugyan van néhány alga, meg néhány vízibolha, de ezek az emberi egészségre nem károsak. Egyébként az kevéssé köztudott, hogy a Balaton nem csak egy üdülővíz, nem csak egy horgászvíz, nem csak egy nyári fürdőmedence, hanem egy nagyon fontos ivóvízbázis is. A tó környékén több ivóvíz kivételi mű működik folyamatosan, és ezek úgy átlag télen is kb. 80-100 ezer ember issza a Balatonvizét, ilyenkor nyáron meg sokkal többen, tehát a csapból Balatonvíz folyik, és ez nagyon jó minőségű ivóvíz. Természetesen be van iktatva néhány tisztítás technológiai lépés, szűrés, aktív szenes kezelés, de a Balatonból nagyon jó minőségű ivóvíz készül. Professzor úr, a klímaváltozás milyen hatással van a Balatonra? Ezt tanulmányoztuk, ugye, és nem ebbe segített a természet nekünk, hogy ezt meg tudjuk tudni. 2002-ben és 2003-ban nagyon alacsonyra süllyedt a vízszint. Olyannyira, hogy 2003-ban 75 cm-rel alacsonyabb volt a tó vízszintje nyáron, mint most. Hiszen most a siófoki vízmérce szerint 101 cm-es a vízállás, ami akkor pedig 23 centis volt a minimális vízállás, tehát nagyon sok. Ez egy modellje volt annak, hogy mi történik akkor, hogyha kevesebb lesz a csapadék, nagyobb a szárazság, kevesebb lesz a víz a tóban. De 2012-ben megismétlődött ez a dolog, ha nem is ilyen mértékben. Azt kell, hogy mondjam,
hogy ökológiai szempontból ez egyáltalán semmiféle gondot nem okozott a Balaton élővilágának. A élővilág egyes tagjai pórul jártak, tehát a parti kövek élő bevonata, az ott élő tanurákok például, és egyéb aprók is, vándorkagylók és társai elpusztultak. Más, az élővilág más tagjai, és többek között a nádasok, azek nagyon-nagyon jól érezték magukat ebbe a sekélyvízbe. Voltak olyan területek, ahol 10-20-30 méterrel beljebb hatoltak a mederbe. Majd a magasabb vízszint az a nádasok számára megint kedvezőtlenebb körülmény teremt, viszont a parti élővilágának pedig jót tesz, de ökológiailag nem okoz kifogásolható változásokat, kellemetlenséget okoz esetleg a mély merülésű jachtoknak, vagy a horgászoknak, hogy nem tudnak ugyanazon a helyen horgászni, de a tó élővilága és a tó ökológiai rendszere szempontjából semmiféle veszélyt nem jelent, és nem jelent veszélyt a vízminőségre sem. Tehát különös tekintettel voltunk arra, hogy vajon ez a alacsony, kevés víz, meleg, ez vajon okoz-e valamiféle burjánzását a mikroszkópikus élőlényeknek, szerencsére nem. Tehát kijelenthetjük, hogy vízminőségi szempontból sem káros az alacsony vízállás, természetesen, de fordítva is igaz, tehát most, hogy magasan tartják a Balaton vízszintjét, ez sem káros, tehát ilyen szempontból a magas vízszint az jó az üdülőknek, jó a fürdőzőknek, és a tó élővilága is jól érzi magát bennem. Az iszaposodás mennyire jellemző, és milyen következményei vannak az iszaposodásnak? Ez egy nagyon érdekes kérdés, tudnélik. A Balaton sekélytó és a sekélytavak azok a világon mindenütt előbb-utóbb el fognak tűnni a földfelszínről, mégpedig amiatt, hogy a levegőben szálló por, a folyók hordalékai lassan föltöltik, mondhatjuk, hogy föliszapolják a medret. Balatonban ez a kérdés nagyon jól tanulmányozott, a Keszthelyi medencében ott évente kb. Fél milliméterrel lesz sekélyebb a víz, és hogyha kiszámolják, hogy a Keszthelyi medence átlagos mélysége 2,5 méter, akkor kijön az az eredmény, hogy 5000 év múlva a Keszthelyi medence el fog tűnni a térképről, mint tómedence, tehát a Balaton egy fiatal képződmény a mai formáját 5000 évvel ezelőtt nyerte el, de 5000 év múlva nem ismernénk rá, hogyha látnánk, hogy ez volt a Balaton. És ezt megakadályozni nem lehet? Hát tulajdonképpen nem. Tehát lehet csökkenteni ennek a mértékét. Ilyen szempontból nagyon hasznos a Kis Balaton tározó rendszer, hiszen a Zala által szállított hordalék egy része ott leülepedik, tehát a Kis Balaton töltődik föl, és nem a Balaton, de a levegőben szálló por ellen nem sokat tudunk tenni, úgyhogy ez tudomásul kell vennünk, hogy a sekélytavak azok egy viszonylag gyorsan eltűnő képződmények. Szerencsésebb országokban, ahol mély tavak vannak, én egyszer dolgoztam a Lago Maggiore-n Olaszországban, és akkor nagyon elcsodálkoztam, mikor a üledék mintát vettünk, és ezt 250 méter mélységből hozta föl egy csörlő. Mi csak ledugunk egy rudat a tó közepén, és azzal kivesszük az üledék mintát. Ha a Balatonról beszélünk, akkor megkerülhetetlen, hogy a szúnyogokat ne említsük. Mi a helyzet a szúnyogokkal az idén, az aszályos nyári időszakban, és a kémiai írtás milyen veszélyeket rejt magában? A,
Azért hozzátenném, hogy kétféle szúnyog röpköd itt a levegőben. Körülöttünk vannak, amelyek kellemetlenséget okoznak, ezek a csípőszúnyogok, de van egy másik csoportja is, arról is ejtenék néhány szót, az úgynevezett árva szúnyogok. Azért árvák, mert nem csípnek. Na most a csípőszúnyogok ellen lehet elvi szinten, tehát a biológiai szúnyogirtással védekezni, de ehhez föl kell keresni a tenyészhelyeiket. Nem a tóban tenyésznek a szúnyoglárvák, hanem a tó környezetében lévő pocsolyában, vizenyős területeken. Tehát a lárvákat a biológiai szúnyogirtással itt tudjuk elpusztítani. És ez már működik is? Ez működik is. Ez kicsit hosszadalmas és jóval drágább, mint a kémiai szúnyogirtás, ami repülőről történik, de más is a cél. Úgymond a célközönség, mert a kémiai szúnyogirtással a levegőben repülő rovarokat pusztítják, a biológiai szúnyogirtás mint egy megelőzésként szolgál. A kettőnek a megfelelő összhangja azt hiszem az az optimális, és remélem, hogy ezt sikerül is itt a gyakorlatban végrehajtani. A árvaszúnyogokról szeretnék valamit mondani, mert az árvaszúnyogok a Balaton medrében, a Balaton üledékében élnek, és néha ilyen kampányszerűen kirajzanak, kikelnek a kifejlett rovarok, és azok repkednek a levegőben a tó környékén, néha ha nyitva adjuk az ablakot, akkor gyorsan tele lesz velük a fal és a mennyezet, ezek az apró ártalmatlan rovarokkal. Ami legtöbbször föl szokott merülni, és már idén is, tavaly is, hogy ezek a levedlet bábbőreik összeállnak ilyen habos, kicsit kocsonyás anyaggá. És ezek a habok egész nagy foltokat is tudnak képezni, és ezek néha rémületet okoznak. Tavaly például a elektronikus médiát bejárta Magyarországon, hogy fekália úszik a Balaton tetején. Hanem ezek a levedlet bábbőrök. Part közelben most is láthatunk, tehát én a napokban is láttam ilyet. Mindig megvizsgáljuk mikroszkóppal, és mindig megállapítjuk, hogy ezek ilyen levedlet kitint páncél maradványok, és nem, tehát kellemetlen látvány, ki lehet kerülni, semmiféle veszélyt nem jelent a fürdőzőkre. Professzor úr, még egy kérdésnyi időnk van, bár a Balaton témája kimeríthetetlen. Etessük a hattyúkat, vagy jobb, hogyha a Balatonból táplálkoznak? Azt kell, hogy mondjam, hogy ennek se vagyok szakértője, de azt hiszem, hogy tehát jártam olyan helyen, olyan a világban, ahol kifejezetten tiltják a madarak, elsőbb a kacsák, rudak etetését, de ez nem a Balató egészét tekintve, az a esetleg néhány száz hattyú is, amelyik előfordul, ez nem jelent ökológiai veszélyt, nem jelent a beszórt kenyér sem akkora mennyiséget, hogy a szennyezné a tó vízminőségét, úgyhogy én azt hiszem, hogy ez nem egy olyan probléma, amivel nagyon komolyan kellene foglalkozni. Köszönöm szépen, professzor úr, a beszélgetést, és azt kívánom, hogy vigyázzanak továbbra is a Balatonra ebben a hátralévő 5000 évben. Nagyon szépen köszönöm, és mi állandóan dolgozunk a Balatonon. Az eredményeink nagyon sok része az nem is kifejezetten vízminőségi célzatú, hanem igyekszünk, és azért azt hagyd mondjam el, hogy az élővilág működésének a törvényszerűségeit, az ökológiai törvényszerűségeknek a
fölismerése és kutatása, és ennek az egész tudományágnak a haladásával való együtt haladás az, ami bennünket motivál és mozgat, és ezt egy nagyon lelkes kutatógárda folyamatosan csinálja Tihanyban. Köszönjük szépen! Én is köszönöm a lehetőséget. Tizenkettedik alkalommal nyitották meg az Almádi Padlás Galériában az Országos Képzőművészeti Biennálét. Idén a Víz Hang, Vízhang címet viseli. Erről szól most következő összeállításunk. Ódon vitorlázó kormánylapátjához hasonló alkotás. Színek, formák, balatoni hangulat igazi megidézése ezen is és az alkotások többségén. Országos merítés, művészi színvonal. Elidőzhetünk a festmények előtt. Megtalálhatjuk Vízesés címmel Fülöp Lajos kiválóságát, Fábián László Marcell bácsiát, Vágfalvi Ottó Balatonalmári című alkotását, de sok más mű mellett itt van a Kossuth Díjas Somogyi Győző Aszófő című munkája is. Egy kis ízelítő szobrokról, kis plasztikákról. Különlegességként porcelán tányérok, szivárvány történelem a művészet felett felirattal. Itt van velünk Foton Sári, Hartung Sándor művén, vagy Pászti György geometriája. Sok színűség minden mennyiségben. Két évente örvendeztetik meg a művészetek iránt rajongó közönséget Almádiban, így már 24 éves múltra tekint vissza a Biennálé. 1991-ben karolta fel a város a rangos seregszemle ügyét. Az ország különböző tájairól érkezett hivatásos képzőművészek ezúttal is megtöltötték a Padlás Galéria különleges helyszínét. Ez a művészet csodája, emelte ki megnyitó beszédében Keszei János polgármester. Tisztelt alkotóművészek, hölgyeim és uraim, kedves közönség! Nagy tisztelettel és még nagyobb szeretettel köszöntök mindenkit itt a Padlás Galériában, az idei Balatontárlat megnyitóján. Engedjék meg, hogy egy kis szójátékkal kezdjem. Vízhang és visszhang. Alig hallani a különbséget. Ráadásul két fogalom távol is áll egymástól, vagy mégsem. Gondolkodjunk el ezen most közösen. Ha lesétálunk a mólóra vagy a partra egy békés esti órán, a kövekre verődő fodrok hangját hallhatjuk, a vízhangját. A viharban csapkodó hullámok haragja és vízhang. Az egyik ellazulásra, elmélkedésre sarkal, a másik agyunkba ég a retinánkra vetődött képpel, melyet a hétköznapi ember valamiféle fényképként, a művész pedig sajátos látásmódja alapján dolgoz fel. A hang ezáltal képé formálódik, hangulattá, önkifejezésé, és mindegyik vízhang más és más, figyeljék ezt meg az alkotásokon, miképp alakult át a hang képpé. Ez a művészet csodája, amely megismételhetetlen. Itt térnék vissza a bevezető gondolatban említett nyelvi játékhoz. Vízhang és visszhang. Miképpen is kerülhet mégis egymás közelségébe két szó. Az itt kiállított alkotások mindegyike üzenetet hordoz. Nem másét, mint azon alkotóét, aki hallgatta a vízhangját, majd képbe álmodta. A kép pedig üzenetet hordoz nekünk, nézőknek, szemlélődőknek, és az üzenet vízhangra talál tudatunkban, lelkünkben. Biztos vagyok benne, mindannyiunkban fogalmazottak már meg olyan gondolatok a képeket nézegetve, mint igen, én is hasonlóan látom, vagy én is ilyesmit éreztem ott, és akkor a padon ülve, a parton sétálva, vagy éppen a vörös köveken ugrálva. Mi is történt? Egymásra talált feladó és címzett, más szóval művész és befogadó közössége. Az, hogy a visszhang zajos, vagy csak éppen érzékelhető, tőlünk függ. Művészeti ismereteinktől, iskoláinktól, de legfőképpen lelkületünktől. Ennek a visszhangnak van egy második visszaverődése is. Ez pedig nem más, mint amikor titkon, vagy éppen nagyon is nyíltan várnak tőlünk az alkotók, a közönség visszajelzése. Kérem, sőt biztatom is önöket, tegyék ezt meg, hadd legyen a tárlat megnyitása maradandó, közös élménye alkotónak és látogatónak egyaránt. E bevezető után röviden tekintsük át a Balaton tárlat történetét. Miért is Almádi? Mondom röviden.
Miért is Almádi? Kérdezhetné bárki. A válasz elsőre még nagyképűnek is hangzik, azért mert Almádi. Sőt, megtoldom még egyszer éntelenséggel, mert a miénk, amire büszkék vagyunk. Ám büszkeségünk mellett ott van az alázat is, szívesen és szeretettel osztjuk meg bárkivel, aki befogadja, elfogadja a baráti meghívásunkat. Városunk elkötelezett támogatója a művészeteknek. Egy régi mondás ekképp szól, ami Rómának Osztia, az Veszprémnek Almádi. És ez nem csak a békés tájra, a víz sejmességére vonatkozik, hanem minden egyes olyan elemére, amely egyedivé teszi. Már a rómaiak is itt hagyták kezük nyomát, majd a tájfaragó építészek, akik akkor nagyon is jól tudták, mi illik ebbe a környezetbe. Hát nem magától adódik, hogy a művészek számára oly csábító Almádi. Igaz, ez a vonzerő kevés. Azaz kevés lenne, ha nem gazdagították volna az itt élők, akik szeretettel és tisztelettel fogadták be a sokszor furcsa művészeket házukba, vagy a működő alkotótáborba, egy-egy intézménybe. Sőt, később jóbort kínáló pincébe, újabban pedig templomba, iskolába, vagy más intézménybe. Nem csupán szállást, hanem átmeneti, de gondoskodó otthont kaptak Vörösberényben és Almáriban, ihletet az alkotáshoz, néha még múzsára is futotta. Talán kis túlzással harmóniák is nevezhetnék ezt az egymásra találást. Előbb a rómaiakat említettem, akik a legrégebbi művészei Vörösberénynek, Budatavának, Káptalanfürednek és Almádinak. Most azokat kell önök elé idéznem, akik értetői, folytatói voltak a művészeti tradícióknak. Ide tartoznak templomaink ismeretlen és ismert építői, freskóinak festői. Gondoljunk csak a Vörösberényi katolikus templom képeire, Bucher Szavér 1732-es alkotásaira. Az időben most ugrunk egy nagyot, van egy jó hírem. Egy olyan társaságra kell emlékeznem, melynek tagjai az 50-es, 60-as években tették le névjegyüket a Vörösberényi művésztelepen. Nem is olyan rég nyílt tárlat Litkei György, a telep alapítója műveiből a szomszédos Pannonia Kulturális Központban. Természetesen az itteni tárlatnak is megvannak az előzményei. 1987-ig kell visszaforgatnunk az idő kerekét. Akkor fogant meg egy két évente megrendezendő kiállítás gondolata Veszeli Lajos grafikus és festőművész fejében. Az első tárlatokon többek között az elődöknek is tiszteletet adtak. Dukai Takács Jenő, Komáromi Kacendre, Konecsnyi György, Bognár Zoltán, Veszeli Lajos képeit láthattuk. 91-től már országos lett a biennálé. A siker nem maradt el, s egymást követték a nívós tárlatok. Apró, de figyelemre méltó érdekesség, a harmadik biennálét az utcán kellett megtartani a megnyitót, annyian voltak. A kiállítást Veszeli Lajos honosította meg Almádiban, a kezdetektől fogva páratlan siker övezi. Így lett az Almádi nyár kiemelt kulturális eseménye. Jó időbe kezdtük el. Tehát a rendszerváltás az mindenkiből lendületet adott, és én akkor úgy gondoltam, hogy Almádinak is kell egy művészeti lendület, hagyományokra épülő művészeti lendület, és hát ugye akkor csináltuk meg ezt a csoda padlásgalériát, aminek most már csak a fele van meg, hogy később hogyan lesz, nem tudjuk, de akkor itt több mint 300 négyzetméternél nagyobb volt a kiállítóterem, és hát itt irdatlan mennyiségű ember fordult meg. Annak örülök viszont, hogy folytatódik, tehát hogyha egy kicsit minőségben, hál' Istennek jó, a mostani is kitűnő, egy kicsit létszámba esett vissza, de pont emiatt, hogy nincs klíma, nincs, hát sok minden nincs, de hát ahogy most itt hallottuk, a polgármester úr azért tartogat valamit, mi is sejtjük valamit, talán egyszer Almádi, mivel hogy megérdemelné, mert ennyi képzőművész és ennyi jó szándékű, önzetlen művész kolléga nincs máshol, mint itt. És mi ezt tovább akarjuk folytatni, és nagyon örülök, hogy a Kelemen Marcell festőművész kollégám ilyen szépen viszi tovább ezeket a dolgokat. Én most egy kicsit más területre mentem, de két év múlva lehet, hogy visszatérünk valahogy egy nagy durranással. Nem tudom még, majd meglátjuk.
Az idei kiállítás a korábbiakhoz hasonlóan széles palettáját vonultatja fel a képzőművészetnek, minőségi szempontok alapján válogatva. Két fő szempontunk van, az egyik, hogy van a tárlatnak egy tematikája, és hogy nyilván a tematika szerint alkalmas művek kerülnek előtérbe, és utána jön minden más minőségi sorrendben. Vannak a tárlatnak hagyományosan, tehát már esetleg évtizedek óta részvő alkotói, nyilván az ő munkáikat különös figyelemmel várjuk, de hogyha netán ők is mondjuk bal lábbal keltek fel, mikor azt készítették, lehet, hogy ők is kimaradnak. Tehát a legelső vezérlő elvünk az általunk vélt minőség. Az alkotásokat zsűrizték, és díjak átadására is sor került a megnyitón. A tárlat fődíját Kontra Ágnes érdemelte ki Felhő tanulmány című alkotásával. A művésznő külföldön tartózkodott, de a technika segítségével üdvözölhette a jelenlévőket, és kifejezhette köszönetét. A Veszprém megyei önkormányzat közgyűlésének díját, melyet Vörös Marti Éva, a megyei értéktárbizottság elnöke adott át, Borbé Gábor szobrász művész kapta. Alsős település elismerését Foki Éva vívta ki, Tihanyét Horváth Lóci Judit, Badacsony Tomajét Fekete Emese, Balatonfüredét pedig Csík Gabriella. És most jöjjenek velünk egy kis tárlatlátogatásra, Kelemen Marcell szakmai vezetése nyomán. Kontra Ágnes igazán légies, finom színérzékkel megfestett, vagy inkább vászorra lehelt felhői, egészen friss szelek szárnyán most először érték el almádi partjait. Borbé Gábor szobrászművész is első alkalommal szerepel a tárlaton. Bonyolult formájú, határozottan megfaragott, organikus architektúrájának örvényei elsodorják, majd beszippantják a nézőt. Marosi Diana bátor képkivágásban, erőteljesen, nagyvonalúan, ám mégis finom légiességgel megformált foteljeivel festőjen atmoszférikus színteret, szkénét varázsol elénk. Foki Éva mikrokozmosza egyszerre elgondolkodtató és játékos. A színes játékszerekből szappanbuborék kozmoszokat fúj a gyermeki tisztaságú képzelet. Horváth Lóci Judit titkot árul el, mit érez álombéli futása közben. A két törött rajztábladarab azonban engedje meg a művésznő nekünk, balatoniaknak, hadd idézze meg ódonvitorlások partra száműzött kormánylapátjait is. A Munkácsi díjas Gádor Magda fiatalos lendülettel megfaragott és festett szobra, valamint férjének, a szintén Munkácsi díjas Nagy Sándornak geometrikusságában is finoman érzékeny remeke is itt van a kiállításon. Láthatunk távoli asszociációkkal megidézett kapcsolódásokat. Borbé Béla arcai görbetükörben, talán a Balaton hullámaiban torzulnak vészjóslóan groteszk grimaszokká. Somos Gyula szürreálisan szimbolikus mentőcsónakja és halai, meg lehet, hogy kedvünkért a Balaton fölött lebegnek. Találunk egészen közvetlen asszociációkat, szinte a víz bársonyát, a hullámok csobogását, a percről percre változó fény, szín, látomásokat megidéző alkotásokat. Csík Gabriella légies festményei szuggesztív, impresszionisztikus víziókat vetítenek elénk a Balaton fényeiről. Ruzics Csilla nagyvonalú eleganciával, mélyen átélt, erőteljes gesztusokkal varázsolja elő a vízen lebegő fényt, míg Makkai Márta szövött látomásai az eget és a tőle még és már el nem váló vizet idézik elénk, egy talán tavaszi hajnalon és alkonyon. Kalocsai Enikő meggyőző szakmai tudással, hűvös tárgyilagossággal számol be hullámokról, fényekről. Érzéseket, asszociációkat a nézőnek kell fölkeltenie magában, a képekben elmerülve magára utaltan. A kapitány vonos négyes finom muzsikája pedig hozzájárult az elmélyült tárlatnézegetéshez. A kiállítást augusztus 31-ig látogathatják. Thank you.
Ennyi volt mára, megköszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!